biztos, hogy izgalommal várom ezt az időszakot több szempontból is. Az egyik az maga a fiataloknak, ugye a versenyzés, illetve a tömegsportnak az erősítése is. Én azt éltem meg most, hála Istennek, az elmúlt 4 évben, hogy állami segítséggel nem csak, hogy megmentettük a VVS-it, nem csak megmentettük az északi oldalt, hogy a sukorói területen álbefektetők ne tudják tönkretenni ezt a gyönyörű tavat és elvenni sok-sok embert örömét, szépségét ezen a területen. De ami külön öröm számomra, hogy olyan pénzeket tudtunk fordítani most a versenysport megerősítésére, hogy százas nagyságrendben növekedett meg a sportolóknak a száma. És végre érkeznek Fehérvárról, a tó környékéről, a tó közeléből a fiatalok, akiket egyébként sokszor a kajakkenus evezősöknél visszahozunk az edzésekre, tehát mindent megpróbálunk megtenni, hogy végre tényleg a fiataloknak meg legyen a lehetősége újra az itteni sportolásra, és meg is lesz. És mindemellett pedig a felszerelésben, akár motorcsónakban, amit 20 éve nem tudtunk cserélni, a mindenféle vízisport területén, tehát a vitorlázástól a kajakkenu evezésig mindenhol be tudtunk szerezni új elszereléseket, amikről megint csak évtizedek óta nem volt most már sajnos példa. És hát az izgalmas része a nyárnak pedig az, hogy elkezdődik az a beruházás építkezés, aminek eredményeképpen az itt lévő épület együtteseknek egy jó része meg fog újulni, be fog jönni a tömegsport és a versenysport mellé a fogyatékos embereknek és a sérült embereknek a vízisport lehetősége is, ami egyben nevelni fogja a versenyzőinket és lehetőséget fog adni azoknak, akik sérült vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. Óriási nagy dolog Európában. Azt kell mondani, hogy sehol nem láttam még ilyen jellegű vízisporttelepet, ilyen adottságokkal és ilyen tervekkel, mint amit itt meg fognak valósulni. Hát ha ez meg lesz, akkor biztos, hogy kicsit örömmel hajtja az ember álomra a fejét.